Sziasztok! A Hangkép mostani adásában Nagy Bogival fogunk beszélgetni. Szia, Bogi! Hello! Először is azt kell ugye megkérdeznem, hogy kértünk tőletek, vagy minden előadótól kértünk egy tárgyat, és most szeretném, hogyha megmutatnád nekünk, hogy te mivel készültél, mi az, ami fontosabb. Én egy kitárpengetőt hoztam. Szuper. Nekem ez egy nagyon fontos dolog az életemben, nagyjából mindig nálam van. Ez a pengető, vagy mindig van nálad egy pengető? Általában ez a pengető, hogyha nem hagyom el, vagy nem hagyom otthon. Most meséljem le a sztoriát ennek? Persze, persze. Amikor elkezdtem énekelni, kb. Ilyen 11-12 éves lehettem, emlékszem, feljöttünk egy barátnőmmel utcazenelni az egyik metró aluljáróba, és kitettük a gitártokat, és kaptunk pár gitárpengetőt, és azt így szétosztottuk egymás között, ezer van több, ezer van nálam mindig egy, mert arról az alkalomról maradt nekem több pengetőm is, és hát ez azóta. Általában a cipőbe szoktam beletenni, hogyha nem olyan cipő van rajtam, amiből kiesik, de általában mindig nálam van. És ez akkor koncerteden is veled van mindenhol? Aha. Mindenhova. Tök jó, és tök jó, hogy ez szóba került, hogy mert 11-12 évesen utcazenéltél, vagy akkor is már, tehát hogy ez már akkor eldőlt benned, hogy mindenképpen ezzel akarsz foglalkozni, mindenképp énekelni szeretnél? Benne már kiskorom óta bennem van, ugye a szüleim zenetanárok, és tényleg kiskorom óta nyomatják, hogy nekünk a zene az életünk része. Eredetileg komoly zenét tanultam, én 7 évig fuvalán tanultam, kötelező volt, anyjuk mondták, hogy nem babysitterezünk, hanem a zeneiskolába kell lennem délutánonként, úgyhogy így kezdtem el. Aztán meg valahogy rátaláltam az énekhangomra, ez ettől teljesen független otthon. Apukám megvett az első olyan telefonját, amin lehetett hangfelvételt is készíteni, és a Páltaka Péter Jó reggelt énekeltem. Nagyon vicces a hangfelvétel, majd napig ott eldőlt minden? Tehát hát onnantól már... Hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, igen. Szüleid akkor mit szóltak ehhez, mert hogy támogatták, hogy... Ők nagyon óvtak ettől az egész világtól, mert mégiscsak feltettek meg, hogy ők is zenészek, és tudják, hogy ez hogy működik, vagy nem gondolták volna, hogy én meg fogom tudni állni valamennyire a helyem ebbe, főleg ilyen fiatalon. De mondom, szerintem az, ami nálam úgy működik, hogy nem tudatosan csinálom, hanem tényleg úszom az árral, aztán majd ami lesz, az lesz. Mikor volt tehát hogy így választottál később akkor iskolát is? Vagy tehát, hogy mennyire tudatosan készültél utána? De tehát most ilyen tinikorodnál járunk, hogyha jól... Én most 18 éves vagyok. Igen, hát igazából az iskolaválasztás eredetileg, ugye én nem vidéki vagyok, Debrecen mellől, egy kisvárosból származom, és anyuék mondták, hogy nem jöhetek föl Pestre, ott válaszok egy iskolát, úgyhogy egy drámatagozatos osztályba kezdtem el a tanulmányaimat, a gimnáziumot, aztán időközben valahogy felkerültem Pestre. Itt viszont egy ilyen zenésziskolába vagyok, az a neve hasonlónak, hogy Premier Művészeti Szakgimnázium, és ott konkrétan igazából jazz éneklést tanulok. Aha. Tök független, mert én meg popzenét csinálok, ugye, úgyhogy ez tök érdekes, hogy így hozta az élet végül, mégis kikötöttem Pesten, úgyhogy a szüleim nem akartak engedni tanulni. Ja. És ugye szerepeltél, ha jól tudom, 2019-es, meg a 20-as igen, dal évadban is, igen, hogy előtte volt már ilyen komolyabb tehetségkutató szereplésed, vagy voltak ennek megelőző állomásai? Igen, ez aha. Így fel volt építve, nem aha. Tudom, 12 éves voltam, amikor először egy ilyen tehetséggondozó műsorba vettem részt, és oda se akartak engedni a szüleim. Ők megmondták, hogy nem. Most már úgy fog tűnni, mint hogyha szüleid így folyamatosan, tehát nem mindig csak jelent. Nem csak ők akarták, tudom. Hogy azt csináljam, amit szeretnék, de mégis úgy voltak, hogy nem akarták, hogy korán csalódjak. De nem tudom, valahogy csalódtam, mert persze, de mindig pozitívan jöttem ki belőle, és akkor is ez volt. Emlékszem, térnálva könyörögtem, hogy csak egy castingra, mégis csak egy vidéki kislány vagyok, nem tudom, hogy működnek ezek a dolgok, csak egy castingra. És mondták, ők leültettek otthon, és elmondták, hogy Bogi, ez egy tévéműsor, nem biztos, hogy arra lesznek kíváncsiak, hogy te szépen énekelsz, hanem itt ugye kell egy történet. Nem váltunk el, mi boldog családban élünk, úgyhogy nem biztos, hogy be fogsz kerülni. És én így mentem be a castingra, hogy én nem fogok bekerülni, csak énekek egy jót, és folyamatosan hívtak vissza, még egy meghallgatás, aztán bekerültem a műsorba. És az összes ilyen tévéműsorom tényleg az így volt, hogy random jött, és nem, random nem tudatosan, hogy ebben mindenképpen. Ezekből egyébként mit tudtál átmenteni, mert hogy rátérhetünk arra is, hogy most már élőben magad köré építettél egy zenekart is, vagy ebben most hol tartasz ebben a folyamatban? Ez folyamatban van. Uh-huh. Én vagyok az előadó, aki egyelőre még egyedül van, de az a célom ezzel az egész hangfoló pályázattal, hogy egy zenekar épüljön köré. Egyébként most érdekes, mert majd ezután következő produkció egy élő zenés produkció lesz, egy gitáros barátnőmmel, Rékával, úgyhogy nagyon, ez is tök random dolog, hogy most végül sikerülni fog itt majd élőbe előadni ezt a dalt. De akkor ez még folyamatban van, hogy pontosan kell... Igen. Aha. Egy biztos, azt szeretném, hogy majd a testvérem legyen a dobos. Vagy Réka a gitáros, teljesen minden. Ez érthető mondjuk, igen. Visszatérve még
a dalos szereplésre, ott ugye Karamellel közösen szereztétek, ugye? Igazából ő írta. Ő írta a dalt, aha. Igen. És ez, tehát hogy képzeljük el, hogy ő talált rád, vagy ő volt egyfajta ilyen ő kiszemelt téged, hogy hát, veled akar mindenképp együtt ez dolgozni? Ez is jó sztori. Az első műsoromban ő volt a mentor. Aha. Az én mentorom, úgy hívtuk, hogy tanár. És ő akkor megígérte 2015-ben, 12 éves koromban, hogy ő majd segít minden egyes ilyen kis tanítványának elindítani valamilyen úton módon a karrierjét. És hát a többieknek még akkor 5 évvel ezelőtt megszületett egy dal és egy videóklip, én pedig otthon van az Újvárosban, úgy voltam, hogy hát várok türelmesen. Szerintem, amikor feljöttem Budapestre, akkor megbeszéltük, hogy találkozunk, és mondta, hogy zenéljünk. Mondom, zenéljünk, de mondom, ez is úgy, hogy a dalleadási határideje előtt 2 nappal lett kész a felvétel, hogy utolsó pillanatra lett hagyva, és nem csak tavaly, hanem most 2020-ban is a leadási határidő napján lett kész, úgyhogy teljesen random. Egyebet én nem tudok, csak egy dal van, amit most adhatok, de soraiban ott vagyok, és a szívedig, ha Az, ha jól láttam, az egy ilyen elég kiemelkedő pont a karrieredben, az az arénás fellépés. Igen. Volt Karamellel? Karamell koncertként történt? Karamellnek a szimfonikus zenekaros koncertje, ez most volt február 14-én, és hát megkért, hogy énekeljem el a Maradok című dalt. Igen, az nagyon kemény volt. A háttér volt kemény, ami egy ilyen produkcióhoz kell, vagy ez a hatalmas hát a tömeg? A tudat, hogy előtted ott ül 14-15 ezer ember. Nem láttam semmit, mert kiégett a szemem a fény, de hát valami fantasztikus volt. Még most is beleborzongok, de az is nagyon-nagyon durva volt, meg tavaly nyáron a Budapest Parkban is feléptünk, és nekem azóta a Budapest Park a nagy álomhelyszíne, azt nagyon-nagyon szeretném majd egyszer megvalósítani. És ugye beszéltünk arról, hogy Karamellel közösen, vagy ő írt neked dalt, de hogyha jól láttam, akkor most már jelent meg a véled, az most már teljesen saját. Ez az első saját dalom. Aha. Próbálkozom, igazából lelkemben mindig ott volt valami dalom, de úgy voltam vele, szövegírással voltak mindig gonyaim, sőt még mai napig egyébként vannak, de próbálkozom, tényleg próba. Szerencse, otthon. Mondom, én azt szeretném, hogy minél többet tapasztaljak, mert nekem tök fontos, hogy olyan dolgokat közvetítsek kifelé, amik hiteles információk az én életemről. Például a Holnap című dalom, az ugye arról szól, hogy elköltöztem otthonról, azt ugye Karamell írta, azt nagyon-nagyon jól megfogalmazta. Úgyhogy nekem tök fontos az, most éppen azt az időszakot élem az életemben, hogy tapasztaljak minél több mindent, hogy minél hitelesebb dolgokat tudjak majd közvetíteni a külvilágnak, úgyhogy próbálkozom mindennel. Ez egyébként egy a döntőpont, amikor az, hogy legyen róla saját tapasztalatod, amikor megpróbálkozol saját dallal, tehát hogy ahhoz kell egy, nem tudom, egy nagyon konkrét tapasztalat, hogy nekem a szövegíráshoz. Nem, a dalok jönnek kamu angollal, meg nananá lelelázzással, azokkal nagyon-nagyon sok, tényleg nagyon gyűjtöm a telefonomba ezeket a hangfelvételeket, viszont valahogy a szövegírás az még nem forradta ki magát. De szépen lassan, mondom, próbálkozom, tényleg most a tapasztalás időszak van, úgyhogy próbálkozom szépen lassan. És mire számíthatunk tőled, hogy lesz, tehát hogy nem tudom, most éppen dolgozol-e lemezen, vagy dalokon, biztos? Dolgozunk dalokon, egyelőre még folyamatban van tényleg mind a dalszerzés folyamat, meg a stúdiózás is, de én nagyon szeretném, hogy minden dalban legyen valamennyi kis munkám, mert tényleg Karamell is mondta, hogy írhatunk együtt dal, de nagyon szeretné, hogy én is közreműködjek benne, hogy egy darabka én is legyen benne, és ez nekem nagyon fontos. Igen, ezért akartam kérdezni, hogy akkor tulajdonképpen egy ilyen egyvelegre számítsunk, ami lesz benne saját szövegrészletet, gondolom. Persze, vagy lesz olyan dal, ami... Aha. Nem tudom még. Most mondom, a telefonomban elővettem azokat a hangjegyzeteket, amiket felgyűjtöttem így az évek alatt, és amik olyan jók, azokat kiválasztom, és hát azokkal elkezdünk majd dolgozni szépen lassan, de biztosan. Van olyan ember még, akit bevontál ebbe, akár dalszövegírásba, akár dalszerzés most részben? Ugye nekem ebben az egész pályázatban Füstös Bálint a mentorom, úgyhogy mi nagyon-nagyon egymásra találtunk, nagyon jó barátok lettünk, úgyhogy ő így összeszoktunk ülni, zenélni, demózgatni, ő gitározik, vagy most például itt van Réka barátnőm, tegnap este vele írtunk meg egy dalt, és most így
az én kis körömből. Azt szeretném, hogy tényleg olyan emberekkel dolgozok együtt, akik valamilyen szinten kötődnek hozzám hivatalosan, és most nem az van, hogy felkérek egy dalszövegírót, lehet olyan is lesz majd, csak nekem tök fontos, hogy így eleinte úgy indítsam el a kis karrierem, hogy azok az emberek vegyenek körbe, akiket én szeretek. A Füstös Bálint, ő a már a hangfoglaló programon belül talált meg téged, vagy ez már egy korábbi? Ez is jó sztori amúgy. Rékával 3 évvel ezelőtt elmentünk egy Margaret Island koncertre, és beálltunk az első sorba. És azt kell tudni, mi Rékával, mi osztálytársak voltunk, és tettünk fel a YouTube-ra éneklős videókat, feldolgozásokat. És én nem ismertem egy Margaret Island számot se, az esőt hallottam valamelyik reklámban, de én tényleg ennyit ismertem, és egyszer csak így Viki az egyik dal után mutatta, hogy téged ismerlek. Elsősorban így állok, ú, mondom, most fel fog kérni énekelni engem. És mondta, hogy énekeljek el a következő dalt egyedül, ú, mondom, nagyon be vagyok rekedve, nem tudom. És Bálint igazából akkor bekövetett szerintem Instagramon, és azóta így szoktunk beszélgetni. És így, amikor találkoztunk a hangfoglaló program keretein belül, akkor ő mondta, hogy nagyon szívesen dolgozna velem együtt. Úgyhogy ez így nagyon-nagyon jó, hogy kialakult közöttünk. Mi lenne az a pont, mert hogy most már mondtad ugye, hogy a Budapest Parkos koncert is mekkora élmény volt, volt arénás koncerted is, meg léptél fel arra. Szóval, hogy mi az, amit így, nem tudom, akár mondhatjuk azt, hogy 5 éven belül, de hogy így nagyon szeretné elérni még, hogy egy önálló koncert az arénában, vagy... Hát nekem a Budapest Park egyébként, viszont tényleg én azt tudom elmondani magamról, hogy nagyon nem tervezek előre, ami szerintem egy rossz pont nálam, mert mindig is úgy voltam, hogy ami történik velem, az majd úgy lesz, viszont szerintem ebbe kell egy kicsit tudatosságot beleépíteni, úgyhogy hát most majd, ha hazamegyek, átgondolom így az egész karrieremet, hogy mit szeretnék csinálni, mik a rövid és hosszú távú céljaim, de tényleg nekem, hogyha egy Budapest Parkos koncertem lenne 5 éven belül, akkor én iszonyatosan boldog lennék. És hogyha rövid távra kérdezem ezt, hogyha az induló előadói programra kérdezem, hogy az évad végére így szerinted mi az, ami pluszt össze tudsz hozni? Hát épüljön mindenféleképpen köré egy olyan zenekar, olyan emberekkel, nekem az is fontos, hogy olyan emberekkel zenéljek, akik kötődnek hozzám, és fontosak nekem. Én ezt nagyon szeretném, hogy tényleg ilyen emberekkel legyek körbevéve, tényleg mind a munkában, a zenében. Úgyhogy, ja, meg szeretnék egy jó lemez csinálni jó dalokkal. Szuper. Igen. És már szóba került, hogy mindjárt segíteni fog, vagy mindjárt jön veled Réka zenélni, hogy ha jól tudom, ez egy nagyon friss szerzemény. Hát elmeséled a sztoriát? Hát ez a történet, hogy tegnap este írtunk egy dalt, így a nyárról, meg az érzéseinkről, de teljesen random, hogy az a lényeg, hogy én nagyon-nagyon tolom az egyik oldalt, az Instagramot, és mondtam az embereknek, hogy ami egy szóban leírja nekik a nyarat, azt a szót írják le nekünk, és mi azokból a szavakból rakunk össze egy dalt. És így raktuk össze. Hát igazából most még nincs címe, úgy neveztük el most itt random, hogy legyen a nyár, mivel a nyári érzéseinkről van benne szó, de hogy ezt tegnap este raktuk össze, még 24 óra se telt az úta, úgyhogy ez most még nagyon friss nagyon dolog. Friss. Nagyon okay. Friss dolog. Várjuk. Köszi szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm Magi. Szépen. Hazafelé egy furcsa hajnalon körbe táncol a szél. Soha ne félj, mindig várd a holnapot, a szél majd haza kísér. Egy-két perc mi emlék együtt töltött testig összemossa a nyár. Mezít láb a parthoz érve titkok úsznak mélyre végtelen. Ugye ne felejtjük el a tegnapot.